A 75 éves karcagi kutatóintézet egykori igazgatójáról, dr. Nyíri László professzor úr életútjáról és kutató munkájáról szólt a pályázat. Könyvtárakba jártunk, internet segítségével és papné tanárnő segítségével. És a tanárnő mesélt nektek a személyes élményeiről, a professzor úrról? Nem, személyes élményei egyikünknek sem volt, így tanárnőnek sem. És akkor néhány mondatban mondjátok el, hogy mit derítettetek ki Nyíri László professzor úrról, mikor volt az intézet igazgatója, és milyen jeles dolgok fűződnek a nevéhez? Hát így a talajkutatásáról tudtunk meg több dolgot. Ugye ő vizsgálta a talaj savanyodását, szikesedését. A lányok szerint a technika fejlődésével ma könnyebb kutatni, mint professzor úrnak a pályája elején volt. Szerintem már sokkal könnyebb, mert fejlődött a technika, és ezért könnyebb. És hogyan látjátok a szikesedést, mennyire jellemző ez a mostani kiszámíthatatlan időjárásban? Hát most is eléggé jellemző, de ugye a technológia segítségével ezt karban tudják tartani. És a 75 éves az intézet, gondolom azért egy picit átnéztétek, hogy a kísérleti intézetből hogy jutottunk el idáig. Átnéztük, igen. És szerettetek volna mondjuk 75 évvel ezelőtt, hogyha visszaröpülnénk egy kicsit az időbe ott dolgozni? Nem. Szerintem most sokkal könnyebb. És mondjuk melyik részén dolgoznátok szívesen az intézetnek, mondjuk amivel esetleg Laci bácsi is foglalkozott? Hát én szívesen megnézném, hogy ő hogyan állt ehhez a szikes talajokhoz, hogy mégis mi volt a gondolatmenete, hogy hogyan kéne azokat javítani. Vagy esetleg a fajtanemesítésben kikísérletezni egy újabb búzafajtát, vagy bármit abban esetleg, hogyha lehetőségetek lenne, részt vennétek? Hát én is szívesen megnézném, igen. Árulták el a diákok, akik sok új információt kaptak kutatásaik során a kutatóintézettől. Nagyon sok új információt, és a kutatóintézetet így jobban meg tudtuk ismerni. Előtte voltatok már bent az intézetben? Igen, voltunk gyakorlatokon, és akkor is sok új dologba beleláthattunk. És amikor megtudtátok, hogy hanyadikok lettetek, akkor mit éreztetek? Meglepődtünk. És ki volt a tanárnő, mert mondtátok, de mondjuk-e pontosan a tanárnő nevét? Papné Benesúcki Mária tanárnő készített fel minket.